Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves Falkó szurkolót, minden kedves kosárlabda barátot, és természetesen minden leendő kosárlabda barátot. Újra jelentkezik a Sólyom hangja, és rögtön az elején szeretnénk megköszönni szponzorainknak a támogatást. Danubius Hotel, Bükk, a család kedvenc szállodája, ne felejtsék önök se, és keressék minél többször, és köszönjük továbbá a redline.hu-nak a támogatást. Nos, hát akkor kezdjük is a riportot, és azt hiszem el, hogy nem árulok el különösebb nagy titkot, hogy egy borzasztóan fontos és egy nagyon szimpatikus fiatal emberrel ülünk itt a stúdióban, aki nem más, mint a coach Milos Kolakov, akit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk, és megmondom őszintén, én a magam részéről nagyon-nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, hiszen ebbe a sűrű programba elég ritkán tudunk így leülni egymással beszélgetni, és próbálunk most egy olyan konzultációt folytatni, ahol önöknek is nagyon sok újdonsággal szolgálunk. Hát akkor sok szeretettel köszöntelek, Milos. Először sziasztok, üdvözlök mindenkinek, és nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, mert ez az nagyon fontos a nekem, mert ez lesz a első nagy magyarul interjú, ez nekem nagyon boldog. Nagyon szépen köszönjük, és akkor nyilván el is árulom a hallgatóknak, hogy itt próbálunk magyar nyelven kommunikálni, és hát megmondom őszintén, hogy ez a szimpátia, ami Milos részéről van, meg a mi részünkről irányába, ez ennek is köszönhető, mert hát azért rengeteg edző dolgozik Magyarországon, és nagyon nehezen birkóznak meg ezzel a nyelvvel, ami tudjuk, hogy nem egyszerű. No, hát akkor kérdezném is, hogy tulajdonképpen mikor kerültél ide a Falkóhoz, és hogyan, mi módon, tehát hogy kerültél kapcsolatba először a Falkó csapatával? For Falkó. Szerintem szerencse volt. 2017 júniusban volt, Rad Geber táborban voltam, én és Szrecsko Szekulovics is, és Szrecsko Szekulovics nincs a másodedző, nekem nincs csapat. Nekem csinálni a videó buvban, én Szrecsko jön, és start beszélünk, és minden ott kezdődött. Szerencse szerintem lesz. Volt. Tehát lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a Szrecsko csábított el ide a Falkóhoz, hogy akkor legyél mellette a csapatnál. Igen, mikor 2016-17 vége a szezona, Szrecsko marad egyedül, nincs másod edző, kell meg egy edző, de Szrecsko sem nem volt a barátság. Van csak egy együtt barát, ki sok pozitív beszél információ a Szrecsko, és Szrecsko start kommunikálni a nekem, és minden ott kezdődött. Nyilván akkor a Rad Geber Akadémián valamilyen kosárlabda szemszögből voltál akkor jelen, úgyhogy az érdekelne engem, meg nyilván a szurkolókat is, hogy tulajdonképpen milyen kosárlabda kultúrából érkeztél tulajdonképpen ide hozzánk. Volt-e esetleg ebben játékos múlt, vagy egyből utánpótlás csapatoknál, gyerekeknek vagy felnőtteknél voltál edző? Melyiket csináltad? Szerintem szerb és magyar kultúra, nem csak sportkultúra, ez 90% ugyanaz. És oké, most Szerbiában van két extra csapat, Crvena Zvezda és Partizan, de minden másik ez 90% ugyanaz. Jó hangulat, sark szurkolunk, és ugyanaz, mint nekem tudom, mert van fiatalait. Fiatal program ez ugyanaz, de csak Szerbiában kicsi korában kezdődik a meccsek. Tehát egész pici gyerekek már meccseznek? Igen. Ez körülbelül melyik korosztály? Mert ugye itt is van kenguru, ugye, amikor még fiúk, lányok is együtt játszanak. Nálatok körülbelül akkor ez Szerbiáról beszélünk, ugye akkor ez olyan 10 éves korban már elkezdődik? 7-8. Tehát még előbb. Tehát igen. Még előtt. Igen, 7-8. Nagyon jó. Na, hát akkor a közelmúltról azt hiszem, hogy itt a hallgatóinknak nem igazán kell beszélni, hiszen egy csodálatos szereplés van, egy csodálatos coach irányításával. Falkós sikerek. Ugye
köszönjük, hogy ennek részesei lehettünk, és ugye most elég érdekes a feladat, mert mindenki a bajnokot akarja megverni, mindenki a bajnokot akarja két vára fektetni. Hogy érzed a szezont, hogy milyenek leszünk most? Nyilván, amikor a műsor készül, már túl vagyunk egy-két mérkőzésen sikerrel, de hogy látod, ki fog tartani a végéig ez az erő? Ez szezona, ez okay, új szezona, új csapat, de szerintem ez nem új csapat, mert csak új ez Giordano. Minden másik tudja, mi ez a Falco, Falco filozófia és minden. Ugyanaz a tavaly szezon, Alba és Falco sok meccsek játszik, hol a Pongo Marcel jön és minden. De mi ez a fontos most, pár játékos rotáció extra van, és másik rotáció lesz, és mi ez a fontos, kell másik energiával pályában játszik. Ez nagyon fontos most. Nyilván túl vagyunk a kezdeteken, az alapozáson, de sikerült feltöltődnöd? Egy sikeres szezon után volt nyaralás, volt család, volt tenger. Volt. Volt. nem sok idő volt, de elég. De elég, és most minden új start, és minden oké lesz, de minden elég volt. Akkor mondtad, hogy tulajdonképpen ez a mostani keret, ez mondhatjuk úgy, hogy régi új keret. És akkor mondtad, hogy a rotáció az akkor most nyilván fölmegy 10 felé. Hát nyilván ugye bízunk benne, hogy se betegség, se sérülés nem lesz, hiszen, mint tudjuk, egy jó szereplése szerencse is kell leginkább. És ezzel kapcsolatban azért vannak új variációk, újabb lehetőségek, újabb elképzelések? Drasztikus új nem. De mert 80% a játékos a tavaly szezonon marad, pár új van, de másik rotáció és másik videkez energia pályában kell. És utána kicsit gyors próbálunk, és mit nincs, oké, marad, és rotáció a támadás opció. Az látszik, hogy a két új játékosban is ugye benn van, nem is tudom, melyik szurkolóval beszélgettem, azt mondta, hogy ez a csapat olyan tűzerővel rendelkezik, hogy ez még a napolleni hadseregben is megállná a helyét. Igen. Nem tudom, melyik szurkolóval beszélted, de nagyon tetszett a poén. Úgyhogy azért hosszú távon alapozunk erre, igaz, hogy kinti dobás, mindenki dob kintit, és ugye, ha van egy jó százalék, akkor nincs kérdés. Igen. De hát az a palánkok alatt erősek vagyunk-e, tudunk-e lepattanót szedni, bár az utolsó meccsen néztem, már fél időben 47 lepattanunk volt. Azért ez mutat valamit, hogy jól működik a dolog. Nekem filozófia minden starta videkezni. Mikor van jó energia, támadás jön, ez biztos. Most van 11-12 játékos rotáció, ez nagyon-nagyon fontos, mikor kell játszik a két meccs egy hét. Mert utána sok meccs, nem csak fizikális, mentális, ugyanaz mindenki fáradt. Hát igen, ebben nagyon sok munkát kell belerakni a védekezésbe. Na most nyilván akkor a két srácot nem lesz nehéz beépíteni, hiszen ebbe a védekezési szisztémába, a védekezési rendszerbe ismerik egymást. Ugye Marci mint ellenfél, Tanodes András mint fiatal, de az látszik, hogy abszolút a futó és dinamikus és jó embereket próbáltunk igazolni, nyilvánvalóan azért, hogy ennek a kettős feladatnak megfeleljenek. Na, Pongo Marcel tavaly szezonban sok meccset játszik a Falco Alba, és minden tudja, és érted a Falco filozófia. Okay, Tanok ez fiatal, és csak energia, ez fontos. És utána minden másik jön. Akkor vezetőedzőként megfogalmaztad a célkitűzést, hogy próbáljuk újra a magyar bajnokságot és a kupát megnyerni. Ez kimondható, vagy azért egy edzőnek ezzel óvatosabban kell bánni? Egy ilyen célkitűzéssel. What are our goals for the season? Do you define the season goals like we must win the championship and okay. also the cup, or you must a little bit say less or a little bit... Falco, első szezonra nekem tudom, Falco ez nagy csapat, és minden meccs ez fontos meccs. Van pár derbi, van pár nagyon fontos meccs a szurkolónk és városban, de nekem szerintem ez egy szezon, ez nem sprint, egy szezon ez maraton.
Minden meccs ez fontos, minden támadás, minden videkez ez fontos, és mikor playoff május most jön, nem június, start a nagyon-nagyon fontos period. És minden kupa meccs, nekem tudom, a kupa itt volt nagyon fontos. Első szezonán nem volt a kupa, utána Gasper kup első, most jön a másik kupa. Tudom, a kupa ez ugyanaz fontos, de most kell sok csinálni a forma. Mikor március, április jön a kupa és playoff, és próbálunk minden meccsre nyert. Köszönöm szépen, és akkor nézzük a BL-t. Ugye rövidesen kezdünk, sőt, ha ez az adás már élőben is menni fog, akkor egy meccsen már túl is leszünk. Ha a BL ellenfelekről mondanál nekünk néhány dolgot, nyilvánvalóan ismered őket, hiszen neked is van most egy jó segítőd, egy edzőpárod, aki, mint már beszélgettünk erről, nagyszerűen föltérképezi az ellenfeleket. Mit tudunk a BL ellenfelekről? For BCL? For BCL, what do you think about all? Szerintem holnap lesz a első meccs a Unicaja. Szerintem Unicaja ez a legjobb csapat a csoportban. Ez nem kérdés. Másik csapat a Peristeri és Lehmann. Okay, Lehmann ez mint rookie csapat, de fizikális nagyon kemény csapat, és kell jó videkezni, és okos támadásni. De Peristeri ugyanaz van pár nagyon jó rutinus játékos, ki tudja nyerni a meccs. És Unicaja van minden. Jó futni, nagyon agresszív videkez a bolra, és utána nagyon jó futni, és mindenki dobni a tripla. Ez nagyon nehéz videkezni, de mit kell? Kell jó videkez, okos támadás. Nem elad a labda, és utána lesz a sansz. De mit nekem szerintem minden meccs, a szurkolóink, és játékos, és stábnak, és mindenki boldog kell lesz, és minden meccs nyugodtan lesz a sansz, várunk, és próbál nyertünk a hazai pálya meccs. Nagyon köszönjük, és természetesen szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Aréna Szavária mindenkit sok szeretettel vár. Jöjjenek bajnoki meccsre, jöjjenek BL meccsre, és szurkoljanak a csapatnak. Tudom, Milos, köszönjük. Beszéljünk egy kicsit másról, jó? Jó. Család, hogy érzed magad Szombathelyen? Hogy jártok haza? Ugye tudom, hogy a gyerkőc itt van, szeret itt lenni. Melyik suliba jár? Tehát magát a kis családot hogy tudtad beintegrálni ide a szombathelyi közegbe? Első 3 szezonra nekem egyedül volt. Nagyon nehéz volt a start, kell kicsi a ritmus és minden. Utána 3 éves jön a család, felesége és két fiú. Első szezonra első fiú volt a 3 éves, és most a harmadik osztály a Szombathelyen. Ez nekem nagyon fontos, együtt itt van, mert család ez első, és utána munka ez sima lesz. Filip iskola jár, Luka óvoda jár, a horvát magyarul, Máté Mersics Miloradics, és ez az ennyi. Otthon hogy beszéltek? Ők nyilván egy kicsit, mivel fiatalabban kezdik ezt, ugyanúgy, mint a kosárlabdát, ők azért magyarból bejavítják az aput, vagy az apu javítja be őket magyarul? Felesége nem sok, de érted magyarul, de nem beszélünk. De Filip ez most komolyan profi, és mikor nekem kell a segítvort fordítani, gyere Filip, légy szíves kicsit fordítani, de Filipesen kicsit beszélünk magyarul, ugyanúgy az együtt tanulni, mi ez nagyon fontos, mikor nekem van kicsi szabad idő apa, és Filipesen magyarul, és minden másik a szerbul.
Hát szabadidő. Ez egy fontos dolog, és mondtad, hogy kicsi. Nyilván a kedves hallgatók nem tudják, de most is edzésről érkeztél, és oda is fogsz innen egyből visszamenni, hiszen a sikert, tudjuk, nem adják ingyen. Ha hazamentek, akkor hol van a haza Szerbiába, vagy mik azok a kedvenc helyek, ahova elmentek a családdal, utaztok nyáron, egy kicsit körülnéztek, egy kicsit töltekeztek. Vannak ilyen szokásos bevált helyeitek? Nincs sok szabadidő, de mi ez nekem fontos, mikor vége az edzés, vagy meccs, mikor vissza otthon, nem dolgozom otthon. Ez nagyon-nagyon fontos, és próbálunk, hogy játszik a gyerekek, nem tudom, nézlek a rajzfilm, vagy megyek a játszótér, vagy moziban, és ez fontos, együtt itt van. Ez nagyon, nagyon jó, és szerb nem kell vissza. Mert meccsek plusz iskola, nincs szabad ide. Csak nyáron, mikor ez iskola után június 20, van egy és fél hónap szabad, de ez elég. Ez elég. És akkor Filip jár edzésekre? Most nyilván itt Magyarországon. Igen, mikor vége az iskola, vége edzés ugyanaz a június 20-21, és mikor vissza Szerbiában van a kosártábor. Kosártábor. Igen. Na, hát kosártábor. Ezek a kosártáborok egyébként elég népszerűek, és nagyon sok jó játékos jön ki onnan állítólag. Tehát ez hogy van ott kint nálatok, hogy ott szakemberek foglalkoznak a nyári szünetben is a gyerekekkel? Hogy ugyanúgy, mint évközben, csak nyári tábor jelleggel. Igen, vagy csak individuális. Ez kérdés, mit kell, vagy mit játékos kell, vagy nekem van sok edző barátság, és csak hívtam, van egy szabad, gyere Filip, és ez az. Tehát gyakorlatilag ilyen egyéni képzés szerűen, hogy még jobban fejlődjen. No, hát ha már itt Szombathelyről, meg Magyarországról beszélgettünk. Van-e a magyar gasztronómiából olyan kedvenc ételed, vagy kedvenc italod, amikor a három év alatt azt mondtad, hogy na ez igen, ez hungarikum, ez nekem is nagyon finom, és nagyon ízlik. A minden ez finom, de mikor nekem lakik a Vojvodina és Novi Sad Újvidék, ugyanaz a magyar konyha. Ez ugyanaz. Mit jelent? Ez jelent minden szombat vagy vasárnap rántócsirke, húsleves, kicsi aperitív, palinga. Ez muszáj. És nekem minden magyar konyha szerintem a csirke paprikás, vagy gulyásleves, vagy kicsi suti, dobos torta. Ez otthon minden ugyanaz nekem van. Na, örülünk ennek, mert hát beszélgettünk itt az interjú előtt, és most voltam májusban Zentán. És volt egy nagyon érdekes élményem, hogy ugye a zentai magyar iskolában közösen a szerb kollégák és a magyar kollégák fölálltak, és a zenekar elkezdte játszani a kolót, és olyan gyönyörűen kóloztak, hogy komolyan meg voltunk lepve, hogy valahol ez lenne a lényeg, a béke, a békés egymás mellett élés, ahol mindenki jól érzi magát. Gyakorlatilag neked hasonló a dolgod most, nem? Hiszen ebben a csapatban hát elég sok nemzetiségű játékos van. Van egy nagyon-nagyon markáns magyar mag, ami nagyon szerethető, de hát azért van itt amerikai játékos, tehát ezt is valahogy össze kell rakni. Ez is egy kohézió, igaz? Mm-hmm. How is it works? Because we have a lot of different guys from America, from Croatia, from Serbia also. For edzés? For edzés. Also, are you a pszichológus or something like that, or how... Nekem szerintem csak az is fontos. Minden játékos és minden stábnak kell, mikor ez is kell koncentrálunk és fókusz. Amikor van koncentrálunk, másos fél óra ez elég. Ez nem fontos, mit csinálsz, ez elég. De mikor nincs fókusz vagy koncentrálunk, semmi segít. Amerika, vagy szerbi játékos, vagy magyar játékos, ez ugyanaz, de csak koncentrálunk, mit kell, mit nem kell, és másos fél óra ez elég. Magyarul ez a profizmus. Igen. De úgy tudom, hogy ezen felül még vannak azért komoly baráti kapcsolatok is. Sőt, ha jól tudom, volt játékosokkal is megvannak még a mai napig a
baráti kapcsolatok. Nyilván nem a menedzsment, meg az üzlet szempontjából, hanem csak úgy egymással beszélünk telefonon, érdeklődünk. Tehát ugye erre mondjuk, hogy egy nagy család. A Falkó tulajdonképpen az egy nagy család. Hát nekem szerintem hangulat ez nagyon fontos. Ez első, és mit nekem ugyanaz beszélünk, nekem szerintem a másodedző az sok jelent a vezetőedző, mert kell csinálni a balansz. Vezetőedző ez rossz rendőr, másodedző ez jó rendőr. És mikor van jó balansz, van a hangulat. Mikor nincs hangulat, ez probléma. És nem csak a pálya, oltozóban, a irodában, minden. És szerintem a Falkó család van a nagyon jó hangulat. Ez nagyon, nagyon fontos. Nyilván ez is a sikerek egyik záloga. Nos, hát akkor én neked személy szerint a jövőre erőt, egészséget kívánok, mert ez a legfontosabb, és azt, hogy ebben a nagyon-nagyon jó hangulatban teljen a munka minden edzésen a srácokkal, és hát majd nyilván követjük az eredményeket, és erről majd beszámolunk, és remélem, hogy az évvégi riportban nagyon klassz dolgokról fogunk újra beszélgetni veled. Milos, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Meg egyszer nagyon köszönöm a meghívást. Nagyon fontos volt, kicsi beszélünk a magyarról, és nekem kamem nagyon, nagyon boldog. Nagyon köszönjük, hogy vállaltad, és akkor utóirat, ugye szokott lenni a levelken. Egy utolsó kérdés. Partizán vagy Zvezda? Zvezda. Zvezda. Akkor hajrá, Falkó. Hajrá, Falkó. Hajrá, Falkó, hajrá, Zvezda. Igen. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, a Sólyom hangja következő adását hallották. Még egyszer szeretném megköszönni a Danubius Hotel Büknek, a család kedvenc szállodájának a szponzorálást, a támogatást, és a redline.hu-nak, akik szponzorálnak bennünket, és folytatjuk a Sólyom hangja adásait. Addig se felejtsék el, hajrá Szombathely, hajrá Falkó! Hajrá Falkó, hajrá Szombathely!